Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Előtte elmondanám azt, hogy mi történik még, mégpedig az asztrológiából. Itt említeném meg azt, hogy minden hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül megrendelheted. Ennek az az előnye, hogy minden hónapban van egy jóslás asztrológiával együtt fele áron. És most megtekintjük azt, hogy mi várható áprilisban, mit üzennek a csillagok. Április 6-án teli hold van, ez jelentheti azt, hogy valamit rendezünk a környezetünkben, van gyógyító ereje is. Április 7-én a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót, Kétút, és itt a múltról van szó. Spik a csillag kihat az eseményekre, és az azt jelenti, ha most valamit indítasz, akkor az gyümölcsözni fog. Április 11-én a nap és Jupiter együtt hat, a nap megvilágít valamit, Jupiter adja a lehetőségeket, és erre oda kellene figyelni, hiszen ez szerencsét hozhat. Ezen a napon, tehát április 11-én a hold a kígyó tartó csillagképben van, ennek van gyógyító hatása. Április 13-án feszültségek vannak, valamit meg akarunk tartani, nehéz valami vagy bizonyos dolgokat elengedni, hiányzik a könnyűség. Április 16-án Lilith energia van, ami aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ez az álom megvalósulhat. Április 17-én Vénusz bolygó közel van a naphoz, itt előre mennek az események, kitisztul valami. Ez egy ilyen szerelmi energia. Azon kívül a hold és Neptun együtt hat, ez utal az álmokra, a vágyakra, az intuícióra, az inspirációra. Április 20-a. Ez az én születésnapom. Ezen a napon új hold van, és ez az új hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút. Ez egy teljes nap Finsternis, ami Európában nem látható. Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Ezúttal lesz egy új irány, egy kiút, lesznek változások. Április 21-én Merkur bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Nem kell félni ettől a mozgástól, hiszen ez jelentheti a múltat, vagy hogy valaki gondol rád a múltból, újra jelentkezik nálad. Április 27-én van egy kis feszültség, stressz, hiányzik egy irány, egy konkrét cél. Április 28-án újra Lilith energia van, ami aktiválja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, ez olyan messze, messze van tőlünk, és úgy érezzük, mindez elérhetetlen. Az is lehet, hogy mások mondják azt, ne álmodozz ennyit, ebből úgysem lesz semmi. És most áttérek a kártyákra, de mielőtt elkezdeném elemezni, elmondanám azt, hogy megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen személyes kirakást, egy ilyen havi kirakást, a díjam 4000 forint.
Itt láthatók az utak, és itt alatta ez a kereszt. Mindkettőnek hasonló a jelentése, hiszen a sors utatok kereszteződik. Ez lehet egy fontos találkozás. Azon kívül jelenti a döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt fontos döntésekről lesz szó. A múltban itt volt még ez a felhő, nehéz volt döntéseket hozni, hiszen minden olyan átláthatatlannak tűnt, sőt, itt a ház körül, a családban, vagy a környezetedben megjelenik a hamisság is. De ez megváltozik, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, itt a virágcsokor és a csillagok hozzák a szerencsét. A lilium az jelenti az ártatlanságot, vagy azt, hogy itt tisztázódik valami. Lesz egy hír, vagy egy fontos dokumentum. Sőt, a gyermek jelent egy új kezdetet, és a madarak, a kommunikációt, vagy a könnyűséget. De visszatérve még a múltra, itt voltak korlátozások, itt megjelenik a hamisság, viták, veszekedések, ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és itt a koporsó az jelenthet örökösödési ügyeket, de azt is jelentheti, hogy ez a helyzet úgy április végére lezárul. Sőt, itt az egerek segítenek abban, hogy ezek a hamisságok lezáruljanak, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, a hamisságokat, a titkokat, vagy mindazt a dolgot, ami eddig olyan csendes volt, amikor úgy érezted, hogy nem történik semmi, nem mennek előre az események, sőt az egerek a vitákat, veszekedéseket is le tudják zárni. Itt ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást, itt is voltak nehézségek, de lesznek változások, egy új kezdet, egy szerződés, egy ajánlat. Ez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz erre. És itt van hozzá a kulcs, légy ebben biztos, hogy megvan az esély arra, hogy valami javuljon a munkahelyet illetően, vagy legyen egy munkahelyi változás. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a társad itt van melletted. De te itt vagy a kivetés szélén, és eltekintesz a kártyáktól. Az azt jelenti, hogy jelenleg minden olyan sok, nem akarsz odafigyelni bizonyos dolgokra. De azért bízd meg a párodban, hiszen ott van melletted, ott van a hátad mögött, és segít neked, sőt, a szív összeköt benneteket, hiszen te is szereted őt, és ez a férfi is szeret téged. Itt látható a szerelemben a szerencse, itt a hűség, a vonzalom, az életerő. Ő a halakat figyeli, és az jelenti az anyagiakat. Mivel itt a hegy megjelenik, és utal problémákra, ez lehet április elején még kiadás, vagy azt is jelentheti, hogy valaki anyagilag becsapja őt, hiszen látható a hamisság, és ez lehet valaki a családban, hiszen a ház utal a szülői házra, a rokonokra is. Mindketten az első sorban vagytok, és a fejetek fölött nincs kártya. Az jelenteni a gondolatokat, a terveket, de nem beszéltek nyíltan tervekről, sőt, ez a férfi olyan zárkózott, ezt jelenti ez a könyv, ezért olyan nehéz számodra ez a bizalom, ezt kiépíteni, ha ő nem beszél nyíltan tervekről és érzelmekről. De
te látható a hűség, megbízhatsz benne, itt van a remény, ez a hajó lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás is, de így április közepén az egerek eltávolítják ezt az utazást, és az azt jelenti, ez nem a megfelelő időpont ezt az utazást tervezni. Ti egymás mellett vagytok, és itt látható a szív, tehát szerelemről van szó, hűségről, itt a szerencse. Amit a könyv még jelenthet, a tudás, a tanulás, a továbbképzés, és ha te egy hölgy vagy, egy vonalban vagy a könyvvel, a fával és a kígyóval. A fa és a kígyó utalhat a gyógyító erőre, lehet, hogy ezen a területen lesz majd továbbképzés. És most megtekintjük azt, hogy mi várható az egyes heteken. Első hét április hónapban itt látható. Itt vannak még anyagi nehézségek, sőt, légy óvatos, megjelenik itt a hamisság, valaki úgy figyelgeti az anyagi helyzetet. Lesznek kapcsolatok, találkozások a nyilvánosságon, sőt, egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Az utak jelenthetnek döntéseket is, és itt a lilium jelenti azt, hogy kitisztul valami, rendeződik valami a környezetetekben. Ő melletted áll, tehát utal egy tartós párkapcsolatra, és a halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem a belső értékeket is, hiszen ez a férfi szeret téged, értékes vagy számára. Második hét, április hónapban itt látható. Ez a ház jelentheti az otthonodat, a szomszédokat, vagy egy ingatlant, vagy a családot. Légy óvatos, hiszen itt valami átláthatatlan, és megjelenik a hamisság. Különösen akkor, amikor szerződésekről van szó, vizsgáld mindezt át. A kereszt az jelentheti a hitedet, vagy a döntéseket is, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az lehet egy változás a ház körül, az utalhat költözködésre is. Tervezel egy utat, de ez az utazás veszélyekkel jár, légy óvatos. Ami viszont szép és megjelenik, az a szerelem, a tudás, a tanulás és a remény. Azon kívül a kereszt jelentheti a hitedet is. És lesz egy fontos üzenet, vagy egy fontos szerződés. Harmadik hét április hónapban itt látható. A torony jelenthet korlátozásokat, ami a családot, az otthont vagy a munkát illeti. Itt valami titokzatos, sőt megjelenik a közelben ez a hamisság is, de az egerek segíteni fognak mind ezt eltávolítani. Itt voltak viták, veszekedések vagy kihívások, de ez lezárul, és lesz egy új irány, egy új kezdet, fontos kommunikáció és könnyűség. Itt látható a gyógyító erő, ami szerencsét hoz, és a kutya jelenti a hűséget, vagy a barátságokat is. Utolsó hét, április hónapban itt látható a kígyó, jelenthet megújulásokat. Vagy egy hölgyet is, mint például egy idősebb hölgyet. Ami a munkát, a hivatást illeti, lesznek olyan események, ami olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, egy új kezdet, ez a gyűrű jelent akkor szerződéseket, és ez a kulcs, hogy légy magabiztos, te le tudsz itt zárni valamit, és kinyílik egy új ajtó, ezek
az új lehetőségek. Lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, változások. És itt a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között, vagy azt, hogy tisztán látod a dolgokat, és itt ez a medve jelenti az élet erődet, ami gyógyulást hoz, szerencsét hoz számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!